gyűlés. Selmeci Gabriella, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Mennyiben hátráltatja a sikeres védekezést a baloldal felelőtlen magatartása? Miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkárulat miniszter helyettest jogosította fel. Kérdezem, képviselőasszonyt, elfogadja a választó személyt, vagy személyesen miniszter úrtól kérve. Önnél a szó, képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Magyarország sikeres volt a koronavírus járvány elleni első hullámban. Sikeres volt, mert az egészségügyi dolgozók helytálltak, az állampolgárok szabálykövető magatartást tanúsítottak, és köszönhető ez annak is, hogy a kormány időben hozta meg a szükséges intézkedéseket. Ugye azt hihetjük, hogy ez mindenkinek érdekében áll, hogy így történjen. De hát ugye nem így van, a baloldal újra hozta a formáját, és páros lábbal szálltak bele minden olyan intézkedésbe, amely azt szolgálta, hogy a koronavírus lassítsuk és megállítsuk. Az, hogy például álhíreket gyártottak, az többször elhangzott a parlament falai között, engedjék meg, hogy én is felidézek egy-két konkrétumot. Például Kóros Lajos, aki az MSZP országgyűlési képviselője, az egyik kamu videójában olyan hihetetlen tényeket, idézőjelben tényeket állított és fogadott el, hogy például 10 hazaküldött betegből 9 meghalt. Ezt MSZP-s képviselő társunk nyugtázta. Aztán Arató Gergely március 16-i parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy a kormány védőfelszerelés, maszk és kesztyű nélkül küldi az orvosokat és ápolókat, az egészségügyi dolgozókat a koronavírus elleni harcban. Minden valóságalapot nélkülöz. Aztán ugyanilyen baloldali álhír volt kedves Szabó Tímea, most épp nincs itt, parlamenti felszólalása is, melyben azt állította, hogy Magyarországon halnak meg a legtöbben a koronavírus járványban. Tisztelt államtitkár úr, kérdezem, hogy mennyiben hátráltatja ez az ellenzéki magatartás a kormányt a munkájában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak, miniszterhelyettesnek, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. A sort nyilván sokáig lehet folytatni, volt ön képviselő, aki arról csinált videót, hogy nincs a kórházakban megfelelő védőfelszerelés az orvosoknak és ápolóknak, és ez látogatói védőfelszereléseket mutatott be. Vannak olyan baloldali médiumok, amelyek beszámolnak arról, hogy egyes kórházakban megteltek a koronavírusos részek, olyan kórházak, amelyek is nincsenek jelölve koronavírusos betegek fogadására, hanem más kórház van, akár a szomszéd megyében erre kijelölve, és napokig próbálják ezzel is az emberek bizalmát az egészségügyi szervezetrendszerrel szemben rombolni. Láttuk az első hullám alatt, hogy diktatúraépítéssel vádolták a kormányt belföldön és külföldön. És az elmúlt napokban nyilvánosságra került videókból viszont kiderül ugyanaz, ami kiderült 11 néhány évvel ezelőtt az összödi beszéd videójából, hogy azok, akik diktatúraépítéssel vádolták Magyarországot, a saját pártjuk belső megbeszélésein elmondták, hogy ők tudják, hogy erről szó sincs. Mindig azt hallottuk tőlük, azzal próbálták mentegetni magukat, hogy ők nem Magyarországot támadják, hanem a kormányt. Majd a saját elnökségi vagy vezetőségi ülésükön elmondják, hogy igazából amit a kormányra mondanak, az valótlan. Beismerték saját maguknak, minőjüknek, hogy valótlansággal támadják a kormányt, miközben kifelé azt mondták, hogy ők az országért küzdenek. Hogy lehet az országért küzdeni akkor, hogyha valótlanságokra alapítják a támadásaikat, akár azzal, hogy nem ülésezik a parlament, akár azzal, hogy nincs védőfelszerelés, akár hogy visszaélne a kormány a rendkívüli jogrenddel, amit egyébként a parlament adott felhatalmazásként. Jól látható tehát, hogy semmifajta együttműködésre a magyar baloldal részéről nem lehetett számítani, teljes mértékben tisztában voltak azzal, hogy amit állítanak reggel, éjjel, meg este, az valótlan, de az elmúlt hónapokban akkor, amikor ennek az évtizednek valószínűleg a legmegpróbálóbb hónapjait éljük, akkor is a nyílt hazugságot választják ahelyett, hogy a magyar emberek érdekét szolgálva segítenék a védekezést, és nem szavazzák meg itt a törvényjavaslatokat, mindig a gyorsaságról beszélnek, a gyorsaság fontosságáról, csak amikor szavazni kellett a gyors intézkedéseket lehetővé tevő törvényről, azt nem szavazták meg itt a parlamentben. Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát.
Viszontválaszra megadom a szót Sámeci Gabriella képviselőasszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, ugye mindannyian azt látjuk, hogy az ellenzék politikusainak az az érdeke, hogyha Magyarországnak és a magyar állampolgároknak minél rosszabb. Sajnos itt tartunk, azt is láthatjuk, hogy Európában szinte mindenhol az ellenzék segítette az éppen kormányon lévő pártokat, erőket ezekben a hónapokban, ezekben a hetekben. Ez a természetes viselkedés. Én nem tudom egyébként, hogy honnan van bennük ez az összeveszett gyűlölet és kitartás annak érdekében, hogy romboljanak, de én is el tudom azt ismételni, hogy az a magatartás, az a viselkedés, amit láthatunk tőlük, az sajnos az egészségügyi dolgozókat, a járványügyi szakembereket kritizálja, nekik vannak kitéve ennek, és higgyék el, hogy nagyon rosszul érinti őket az, amikor ilyen mondatokat hallanak a parlamentben. Tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim, azt hiszem, hogy nekünk itt most az a feladatunk, hogy higgadtan reagáljunk az őket és a minket ért kritikákra, vádakra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselőasszony! Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg államtitkárat, miniszterhelyettes, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Valóban sokféle vád volt, védőfelszerelésekről szól az, hogy túl kevés van, aztán, hogy túl sok van, aztán, hogy túl drága. Azt mondták, hogy dupla áron, vagy többszörös áron szerezte Magyarország a védőfelszereléseket. Ez pont a brüsszeli Eurostat cáfolta meg a magyar ellenzék vágyait, hiszen azt mondta, a napokban jött ki egy kimutatás, hogy Magyarország azon az áron vásárolt például maszkokat, 5300 euróért 100 kg-onként, amiért Németország egy sokkal nagyobb felvőképességgel rendelkező országnak jobbak nyilván a tárgyalási lehetőségei a nagyobb darabszám miatt, és sokkal olcsóban vásároltuk, mint Spanyolország, Portugália, Románia, Franciaország, Szlovénia, Ciprus, Olaszország vagy Málta. Van viszont, amit megdupláztunk, de ez az orvosoknak a fizetése. Nem hiszem, hogyha világszerte körbenéznek, hogy ki hogyan védekezik a koronavírus járvány idején, akkor van olyan ország, amelyik akkor, amikor gazdasági nehézségek vannak, akkor 34%-kal emeli az ápolók fizetését, és soha nem látott mértékben emeli az orvosoknak a fizetését. Magyarország így védekezik, és a védekezésnek nincsenek anyagi korlátjai, ezért tudjuk megtenni ezt a soha nem látott mértékű orvosi béremelést is a járvány alatt. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés!